Március 8-án nőnapon a kamara is meglepetéssel készült női vállalkozóinak. Hagyomány, hogy ezen a napon egy olyan ismert személyt látnak vendégül a székházban, akinek sikere példaként szolgálhat a hazai női cégvezetők, üzletasszonyok, vállalkozók számára. Nem véletlenül esett idén Ördög Nórára a választás, aki nem csak műsorvezetőként, hanem vállalkozóként is bizonyított már. A tehetséges tévést Pintér Péntek Imre, a kamara elnöke köszöntötte a keddi találkozón. Fölkértünk egy olyan hölgyet, akit lehet, valaki csodálhat azért, mert gyönyörű nő. Valaki csodálhat azért, mert nagyszerű családanya. Valaki csodálhat azért, mert mondjuk sikeres. Valaki csodálhat azért, mert jó üzletasszony. Én mégis ezeket mind osztom és aláírom. Én mégis egy olyan dolgot emelnék ki, ami miatt én nagyon felnézek rá, hogy én, amikor először találkoztam vele, megérkezett, legtöbbször a férjével érkezik, most egy kivételes alkalom, hogy nincs itt vele a férje, megérkezett a férjével, tudtuk is, hogy ki ő, meg nem is, megérkezett farmernadrág, minden hangpróba, díszletek, mit tudom, és oda fölmegy, és elkezd ragyogni a színpad. Utána elmegy, átöltözik díválnak, akkor megint ragyog a színpad. A beszélgetés kezdetén a műsorvezető elárult a maximalista természetével, hogyan vált a tévés szakma egyik legelismertebb és legszerethetőbb hazai képviselőjévé. Az, hogy én végül a tévézésben fogom megtalálni magamat, az egy ilyen teljesen tulajdonképpen váratlanul érkező dolog volt, illetve nem volt annyira váratlan, de olyan szempontból igen, hogy én abban nem hittem, vagy nem bíztam, hogy nekem tényleg valóban lehet jövőm a tévézésben. Ez egy álom volt nyilván. A nőnapi rendezvényen a férfi-nő közötti szerepekről, a társadalmi elvárásokról is szó esett. Ördög Nóra szerint még mindig vannak olyan konvenciók, melyeket a társadalom nem fogad jól a gyengébbik nem képviselőitől. Úgy véli, sok esetben azért is döntenek a nők egy vállalkozás elindítása mellett, mert szülés után vagy nem tudják újra alkalmazni az érintettet a régi munkahelyén, vagy egész egyszerűen a nőnek egyszerűbb kialakítani az életvitelét úgy, ha a saját főnöke a maga ura tud lenni. A tévés férjével, a fotós Nánási Pállal karöltve 2 éve nyitotta első kisboltját, azóta számos új impulzus érte a házaspárt, de rengeteg tervük van a jövőre nézve is. Őszintén azt gondolom, és ha valami tanácsom lehet bárkinek, hogy a történet a fontos mindig a vállalkozások mögött. Mi a motiváció, miért kezdte el az ember, mi a hajtó ereje, mi volt a vágya, mit akar ezzel bebizonyítani, és minél inkább engedsz betekintést a közönségednek, a célközönséged a motivációiba, annál hitelesebbé válik az egész, és annál inkább kezdenek el kapcsolódni, és döntenek úgy, hogy akkor téged választanak. A Nánási Ördög házaspár vállalkozása mára igazi brendé nőtte ki magát, ehhez azonban rengeteg idő és energia kellett, na meg persze egy több év alatt megtérülő befektetés. Hamarosan egy új boltot is szeretnének nyitni Balatonfüreden, de a közeljövőben 50%-os tulajdonrésszel smink márkája is debütál, a vállalkozóként is önazonos műsorvezetőnek.